Ez a kis palánta itt a kezemben napjaink egyik legnépszerűbb növénye, a paradicsom. Népszerűségének a titka abban is rejlik, hogy nem csak kiskertben, hanem erkélyen, vagy akár a legkisebb balkonon is nevelhetünk paradicsomot. Óriási a fajta választék belőle, sárga, zöldcsíkos, fekete lukullusz, oltott, mini, vagy akár a több méteres fajták is megtalálhatóak belőle. Most nézzük, hogy hogy ültetünk paradicsomot. A paradicsom rendkívül víz, tápanyagigényes és melegigényes növény. Hazájában Dél- és Közép-Amerikában egy párás, meleg helyhez szokott, tehát érdemes a kertben minél naposabb, minél melegebb helyet keresni számára. És nem csak vízigényes, hanem tápanyagigényes, ahogy mondtam, hiszen egy laza, minél tápanyagdúsabb földbe érdemes ültetni, egy olyan talajba, ahol a gyökerei minél jobban, minél könnyebben szét tudnak terülni. Magról is lehet vetni ezeket a palántákat, azonban, hogyha kész palántákat szerzünk be, akkor sokkal nagyobb a fajta választék belőle. És ez a fajta választék, a helyes fajták megválasztása, ez nagyon fontos, hiszen hogyha többféle fajtát választunk, akkor sokkal hosszabb ideig szedhetjük a termésüket. Ugyanakkor a helyes fajta megválasztása az ültetési hely szempontjából is fontos, hiszen lássuk csak, itt van ez a kis palánta a kezemben, és nem is gondolnánk, hogy pár hónap múlva egy 2 méter magas, dús, lombozatú, teletermésű növényről beszélünk. Tehát az ilyen folyton növő paradicsompalántáknál nagyon fontos az erős támberendezés, hiszen egy ilyen paradicsomnak, egy ilyen lugas paradicsomnak például a súlyát meg kell, hogy tartsa egy ilyen támberendezés. Fontos még a kiültetés ideje is. Nagyon sokszor már márciusban ki szeretnék ültetni a palántákat, azonban én óvaintenék mindenkit, és óvatosságra, hiszen körülbelül április közepétől, április végéig lehet biztonságosan kiültetni ezeket a palántákat, hiszen a koratavaszi fagyok azok kárt tehetnek bennük. A többi palántával ellentétben a paradicsomot mélyebbre kell ültetni, mint ahogy földben van. Ez nagyon fontos. A szárának egy része is a föld alá kell, hogy kerüljön, majd a föld alatti szárrész később gyökereket fog ereszteni, és ugye a tápanyag felvétele sokkal, de sokkal jobb lesz a paradicsom palántának. A souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lever, je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro. Azonban fontos az ültetési mélység akkor, hogyha oltott paradicsompalántákat ültetünk. Hogyha ilyen szép, erős, fejlett oltott palántáink vannak, akkor nagyon fontos, hogy az oltás helye az látszódjon ki a földből. Tehát jelen esetben ezeknél a növényeknél semmiképpen se kerüljön bele a szár a föld alá. Majd később, pár hét múlva a paradicsom palántánk elkezd szépen növekedni. Mindenképpen fontos, hogy karó mellett folyamatos kötözéssel neveljük ezeket a növényeket, főleg a folyton növő fajtákra igaz ez. Később a főhajtás mellett majd meg fognak jelenni hónajhajtások, amik ezek aprók és kicsik, addig nagyon könnyen kézzel ki lehet őket törni. Később, hogyha megerősödnek, akkor pedig metszólóval. Sokan sajnáljuk ezeket a hónajhajtásokat, azonban ne sajnáljuk, mert ezek a főhajtásnak a növekedését fogják visszafogni, ugyanakkor, hogyha ezeket kivágjuk, akkor egy sokkal szellősebb, sokkal látványosabban fognak érni a bogyók is, hiszen a nap az könnyebben fogja érni majd a terméseket is. Ugyanakkor nem csak kertbe, hanem teraszon és kisebb erkélyen is lehet nevelni paradicsomot. Nézzük meg, hogy hogyan. Une dernière danse, pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Tehát akinek nincsen kis kertje, az akár otthon cserében is nevelhet paradicsomot. Arra figyeljünk, hogy olyan fajtákat válasszunk, amelyek minél törpébb növekedésűek, illetve lehetőség szerint minél nagyobb cserébe tegyük ezeket a palántákat, 30-40 centis cserepekbe. Az ilyenkor tavasszal ültetett palántákról már nyár közepén szedhetjük otthon a terméseket.